A Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete 1999-ben jött létre, először a Szekszedi csoport partnereként, miután nem volt 10 család még az önálló szervezet indításához. Fél év kellett ahhoz, hogy döntés szülessen az önállóságról. Az tévedés, hogy csak sok gyerekes családok alkothatják a közösséget. Így volt ez a mostani titkár Simondinér Bánki Zita esetében is, aki kis családosként társult. 10 évvel ezelőtt csatlakoztam, akkor én még fodrászként dolgoztam, és az egyik vendégem muszolására, hogy milyen jó, mert ez egy közösség, összetartó, jó programok vannak, próbáljuk ki. Akkor még nekem nem volt 3 gyerekem, de ugye ez a későbbiekben változott, és lehet csatlakozni, tehát nem kötelező itt 3 meg 4 gyereknek lenni, lehet csatlakozni támogató családként. Nagyon jó, mert mire nekik már 3-4 gyermekük lesz, addigra tökéletesen belerázódnak abba, hogy hogy kell egy nagy családot irányítani, mert azért azt lássuk be, egy egyedülálló, vagy egy egygyermekes, az teljesen másképp működik, mint egy sok gyermekes család. Ez így szépen lassan elindult. Az elmúlt esztendő sok tekintetben megnehezítette a nagy családok életét, és még fontosabbá vált a segítségnyújtás. Van olyan probléma, hogy azonnal segíteni kell, de ugyanezt elmondhatom a tagcsaládokról is. Tehát egy annyira jól összerázódott társaság, és ez most a Covid alatt nagyon-nagyon kijött, hogy tudunk egymásnak segíteni, és ott vagyunk. Egy nagy család jobban átérzi, hogyan tud segíteni, mint az, akinek kevesebb gyerek mellett kell vezetni a család mindennapjait. Mert átérzi. Tehát átérzi azt, hogy neki, hogy kell megoldani a mindennapjait, és egy olyan családnál, ahol hirtelen felmerül egy probléma, jobban átérzik, hogy ez mekkora probléma lehet. Tehát most, ha az idei évről beszélünk, nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket. Nagyon sok gyereknek hirtelen át kellett állni az egyedül való tanulásra, mert akik dolgoznak, szülők, nem volt szabadság. Egyébként ez is egy 2 hét alatt átálltunk erre, kerestünk főiskolásokat, felsőfokú iskolában tanulókat, nyugdíjas tanárnéniket, és ilyen Skype-os, Facebook-os tanulócsoportokat alakítottunk ki, hogy így segítsük azokat a szülőket, akinek megvan a munkája, szabadsága nincsen, otthon maradni a gyerekkel nem tud, de a gyerek nem maradjon le. Próbálkozunk e felé haladni, hogy igenis az legyen az emberekben, hogy nem elfordulni, amikor valakinek segítségre van szüksége, hanem odaállni mellé. És én úgy gondolom, hogy ez nálunk az egyesületben nagyon jól megvalósul. A mi egyesületünk legfontosabb értéke az összetartás, mondja Zita. Mert ha ez nincs, akkor nem lehet előre haladni. Lehet önzőnek lenni, de nem érdemes. Tehát muszáj, hogy egymásnak segítsünk, és igenis gondoljunk arra, ha mi vagyunk ebben a helyzetben, nekünk mennyire esik jól az, hogyha valaki odaáll és segít, vagy azt mondja, hogy old meg. És mi erre próbáljuk a tagcsaládjainkat is vezetni. Ha abból indulok ki, hogy amikor nekem még egy gyerekem volt, hogy mennyire több mindent meg tudtam oldani egyedül, vagy abból indulok ki, hogy amikor már 3 gyerekem volt, meg ugye nekem vannak befogadott gyerekeim is, és hogy akkor mennyire jó volt az, hogy őket is arra tanítottam, hogy segíteni egymásnak. Főleg akkor, amikor elmentem dolgozni, és itt maradt a 3 gyerek. Tehát ha ők nem segítenek egymásnak, vagy nincs segítség, akkor baj van. Tehát akkor nem működik a család. Csoportban jobb dolgozni, mint önállóan, és ez számtalan alkalommal bizonyosodott már be. Erre próbáljuk nevelni a gyerekeinket, és ennek szellemében veszünk részt a város ügyeinek megsegítésében is, mondja a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületének titkára.